Egy. Oké. Én magam sem hiszem el, de elkezdhetjük ezt a ma estét.
Hívjuk meg az Úr Jézust, jó? Imádkozunk, gyertek, álljunk föl, és imádkozunk együtt. Uram, köszönöm azt, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönöm azt, hogy téged dicsőhetünk, magasztalhatunk az életünkkel, az énekeinkkel, a tanításunk keresztül, Uram, tanítasz minket. Szeretnénk veled találkozni, szeretnénk többek lenni, Uram, és szeretnénk belőled még többet az életünkbe. Köszönöm, hogy együtt lehetünk, Uram. Köszönöm ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Kérlek, csak gyere közénk, most én is meg a mi szívünket, és adj közénk szeretetet, egységet, és egy olyan estét, Uram, amikor találkozhatunk Te veled, mert érted vagyunk itt, miattad vagyunk itt, miattad jöttünk el, Jézus nevében. Amen. Jezze, kinek éljünk együtt az Úrnak? Amikor a szívem fáj, amikor a szívem fáj, Te vagy a vigaszom. Köszön mélyén is, Te vagy talom. Amikor az élet szép, Te vagy a boldogság. Jöjj közel, gyertek! Jöjj közel hozzám, kérlek, ölelj át, mint az őrök a hajnalt, úgy várok rád. Nem akarok többé más, rajtad kívül, nem akarok többé más, csak téged. Nem a mélyből hoztál, kiállt Jézus, árasztján szellemet. Amikor a szívem fáj, amikor a szívem fáj, Jesus, I'll stand. Stand. Never gonna give up.
Következőnek mit is mondhatnék, hogy ezt kinekeljük együtt. Mit is mondhatnék? Mit is mondhatnék? Érted élet már! Minden nap, uram, rálok igézre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem, szobában keskeny úton, adhat életem, a világba tüzet gyújtson, minden nap, csak érted. De vagy ki megváltottál, drága véreddel, hófehérre mostál, mindenem lettél, szíd az egész lényem, ég a tűzmenem, csak érted élek már. Keskeny úton, attól életem, a világba tüzet gyújtson. Minden nap, csak érted élek, minden nap, követlek téged, minden nap, veled járok, uram. Minden nap, minden nap, csak érted. Érted élek minden nap, uram. Gyertek, érted élek minden nap, énekeljük! Érted élek minden nap, érted élek minden nap, érted élek minden nap, uram. Érted élek. Érted élek minden nap, érted élek minden nap, uram. Nincsen más, uram, olyan, mint te. Csodás fenség, szerelmed vétel.
világban nem ér fel veled senki sem. Jézus szomjan csillavítsd te velem, jelenléten, jelenléten, a mennyország nekem. Jelenléten, a mennyország nekem. Szívem kincse, szívem kincse, életem értem. Várja kegyelmet, megváltója régi életemben. Életem most már örökre. Jelenlétet, jelenlétet, a mennyország nem ér fel veled senki sem. Jézus szomjam csillavítsd te bennem. A világban nem ér, gyertek. A világban nem ér fel veled senki sem. Jézus szomjam csillavítsd te bennem. Jézus, Jézus szomjam csillavítsd te bennem. Jelenlétet, jelenlétet, a mennyország nekem. Jelenlétet, jelenlétet, a mennyország nekem. Oh, Jesus.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testemből ered. Nincsen más hely, ahol megpihenhetek, nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, vagy szóval elkövettem, teremts újra tiszta színen. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más volt, nincsen más hely, ahol megpihenhetek. Nincsen más volt, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, hogy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szívedben. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más út, nincsen más út, mi szabadságra vezet. Nincsen más vég, mi elmossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szívem bennem. Nincsen más út, nincsen más út, mi szabadságra vezet. Nincsen más vég, elmoss a bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved
Kegyelmed nagy! Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, szerelmed mély, és az égig én. Nem szűnök énekelni jóságodról. Tízezer okommal, hogy szegek még. Szegek én. Legyen át az Uram, át az Uram. Egyedül van, mert a fiú hátra hagyta otthonát, eljött közöttünk jár. Minden, amit teszünk, ezért van, mert a fiú a mennyből alászállt, vállalta a halál. Értem tetted! Értem tetted! Igen, értem szemben, minden bűnöm, minden szégyenem, minden betegségem ott van, fenn a kereszten, Jézus saját vére váltott meg. Minden reménységem ott van, fenn a kereszten, a megfeszített fel. Minden, amit teszünk, minden, amit teszünk, ezért van, mert a halál sem tarthatta fogva. Jézus
nyissa meg meg. Hét és hírzeci életével Golgota keresztjének dicsőségét szeretünk egy elő. Értem tetsze! Értem tetsze! Igen, értem szembe le! Értem szembe le! Minden bűnöm, minden szégyen! Sújtja be! Minden betegségem ott van! Fent a kereszten! Saját vérén váltott meg, váltott meg. Minden reménységem ott van, fenn a kereszten. Fájdalmak férfiak! Fájdalmak férfiak, elgyötölt arcom, varázsáiban keresek remény. Voltam és jövök, így csak rád vettem. Köszönöm a vég. Minden bűnöm, minden szégyen, minden netegségem ott van, fenn a kereszten. Jézus saját vérén váltott. Minden mennyiségem ott van, fenn a kereszten. Megfeszítettem minden bűnöm, minden szégyen. Szégyenem, minden betegségem ott van, fenn a kereszten. Jézus saját vérén váltott meg, váltott meg. Még egy dalunk van a tanítás előtt, ez a Barátom lett az Úr, ezt biztosan ismeritek, gyertek, énekeljük együtt. Ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy figyelsz rám, ó Isten? Hívlak téged, meghallgatsz. Felén fordulsz, mert nagyon szeretsz engem, teljes szívvel. Ezért állok, ezért állok. Barátom lett az Úr. Barátom lett az Úr. Barátom lett az Úr. Vigyázz rám, ó Isten! Hívlak téged, meghallgatsz. Felén fordulsz, mert nagyon szeretsz engem. Teljes szívvel, ezért állok, ezért állok, ezért állok, ezért állok, ezért állok, ezért állok. Barátom lett az Úr, barátnak így.
Halleluja, dicsőség neki! Uram, köszönöm azt, hogy te a barátodnak hívsz minket, és köszönöm azt, hogy jöhetünk most eléd, és téged átadtunk, téged magasztaltunk, Uram, olyan sok mindent tettél már a mi életünkbe, olyan sok jót hoztál a mi életünkbe, az én életembe is, Uram, annyira hálás vagyok ezekért a dolgokért, Uram. Köszönöm azt, hogy te meggyújtod, aki szenved mennyei erővel, a fájdalmas lelkült betöltöd örömmel. Köszönöm, hogy ezért jöttél erre a világra, hogy a sátának a munkáját lerontsod a mi életünkben is. Köszönöm, Uram, hogy így lehetünk most előtted. Hiszünk abban, hogy a te munkád az ma is él, ma is működik, jössz közénk, jössz, és csak szeretnél elvenni tőlünk minden terhet, minden bűnt, minden szégyent. És szeretnéd, hogyha veled közösségben lennénk minden nap, nem csak egy vasárnap, nem csak egy alkalom alatt, vagy alkalom után, egy rövid ideig, hanem minden nap, mert minden nap érted szeretnénk élni, Uram. Jézus nevében. Amen. Szeretem, mikor az Andris dicsőít, de azt hiszem, nem vagyok egyedül. Those who need English translation, please just raise your hand. Somebody? Okay. So, Hannah is standing on the back and she is waiting for you and she will help you. How can you listen to our service? Jó. És akkor mindenkit nagy-nagy szeretettel üdvözlök ebben nagy nyári melegben, titeket is, akik eljöttetek, és azokat is, akik az internet előtt ülnek, hallgatnak minket. Egy pár bejelenteni valót szeretnék elmondani nektek. Legyezőket nem árulunk, pedig az most nagyon időszerű. Ám bátor, hogyha legyezővel kapcsolatban nekem van egy elektromos, ha esetlegesen egy új dizájnos pólóra van szükséged, zseniális pólóink vannak, állítólag már nincs sok, de ez csak vicc, szóval még elérhető majdnem minden méretben. Az alkalom végén az előtérben megnézhetitek, és ha tetszik, akkor bátorítunk, hogy vásároljátok is. A jövő héten a Roni fog dicsőíteni, ő Hollandiából fog érkezni, és többen ismeritek őt, egy nagyszerű dicsőítő alkalmunk lesz, és a Pof Hallár, aki most itt van körünkben, és nagyon kedves barátom, és ismeritek, ő fogja az igét szolgálni. Ezt kicsit arrébb rakom. Olyan hangja van, mint egy traktornak. Ez nem volt benne az előzetes programban, tehát a lényeg az, hogy hűsít, csak nagyon hangos. Szeptember 1-én szeretnénk egy rendhagyó vasárnap estét csinálni, akkor lesz ez megvalósulva, hogyha az időjárás erre lehetőséget ad. Ugyanis szeretnénk egy nyárzáró vasárnap estét csinálni, ami a Margit szigete lenne, és délután kezdődne, és ilyen piknik, meg közösség, meg minden, és szabadtére lenne egy vasárnap esténk. A részleteket hamarosan fogjuk majd közölni, ha az időjárás engedi, még egyszer mondom. Egy időponttal kapcsolatos bejelentésvaló, ez a 95%-át nem érinti a hallgatóknak, ugyanis 6:30-ra legkevesebb ember érkezik meg, ezt jól tudom, itt szoktam lenni, de mindenkit szeretettel megkérek, aki esetleg hamarabb szeretne bejönni, hogy ne tegye meg, tehát a gyülekezet, a vasárnap estének a nyitása az 18:30, és kérlek, hogy ezt tartsátok tiszteletbe. Ezzelől kivételt csak azok élveznek, akik az aznapi szolgálatban hamarabb kell, hogy bejöjjenek. Köszönjük a megértéseteket, tehát fél hét előtt, ha lehet, akkor hagyjátok, hogy a takarítók takarítsanak, a zenészek dicsőítsenek, és majd utána gyertek be. Az utolsó bejelenteni való, az a rendező szolgálatra vonatkozik. Ki az, aki 50 kilónál nagyobb fiú? Kezeket föl. Hát vagyunk egy páran, nem? Most én fogytam, de még mindig. Tehát 50 kiló után nálunk a nagy nehézségek nincsenek a rendezői szolgálatban. Alkalmasnak nyilvánítalak titeket arra, hogy rendezők legyetek. Innentől kezdve az az akadály, hogy alkalmas vagy, ez elhárult. Csak és kizárólag az, hogy van-e kedved csinálni, és bátorítunk, hogy legyen kedvetek, mert szükségben vagyunk, és szeretnénk lehetőséget adni 50 kiló fölötti férfiaknak, 14 év fölött, hogy a szolgálatban, a rendezői szolgálatban jelentkezzetek. Ennek a lehetősége az infopultnál lesz az alkalom végén. Jó vagytok? Szuper jó? Én is nagyon jó vagyok. Örülök, hogy itt lehetek. Örülök, hogy ti is eljöttetek. Kezdjük imádsággal. Atyám, Istenem, köszönjük azt a hatalmas kegyelmet, hogy ma téged dicsőíthettünk. Köszönjük azt, Uram, hogy te neked ez kedves volt, és hogy te megjelentél közöttünk.
és megvigasztaltál, bátorítottál, és Uram, friss élményeket adtál nekünk a dicsőítés alatt. Arra kérlek téged, hogy a tanítás alatt kent fel a te beszédedet, és szeretnénk, Uram, megérteni azt, hogy te mennyire szeretsz minket. Szeretnénk elmélyedni a kegyelmedben, és újongani annak, hogy egy ilyen gyönyörű, szerelmes és csodálatos Istenünk van. Kérünk, Uram, hogy a gonosz tartsa távol tőlünk, hadd tudjunk figyelni rád, hadd legyen a szívünk jó talaj arra, hogy a te beszéded jó magként belehulva gyümölcsöt hozzon az életünkre, a te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen. Amen. Ha van nátok Biblia, kérlek, hogy nyissátok ki a második Mózes könyvénél, a 6. fejezetben, és ezt mindig el szoktam mondani, de valószínűleg nagyon sokáig el fogom megmondani, akár írott formában, akár elektronikus formában, valamilyen módon szerezzétek be a Bibliát, és hozzátok magatokkal. Ha nagyon cikisnek tűnik, hogy egy Bibliával menjél, mondjuk az enyém ez ilyen új fordítású, tehát az annyira nem lehet azt mondani, hogy régi módi, de ha mégsem, ha zavar út közben tudod, hogy viszed és elhagyod valahol, én általában hetente egyszer elhagyok valamit, akkor a telefonodba töltsél egy programot. A lényeg az, hogy legyen meg, hogy tudjál valóban ezen keresztül is kapni az Úrtól. Mózes második könyvének 6. fejezetéből az 5. verstől. Most pedig meghallottam Izrael népének keserves sóhajtozását és panaszkodását. Jól tudom, hogy az egyiptomiak rabszolgasorba taszították őket, de nem felejtkeztem el szövetségemről. Mondd meg hát Izrael népének, hogy ezt üzenem nekik. Én vagyok az örökké való. Kimentelek titeket az egyiptomi kényszermunkából, és felszabadítalak a rabszolgaságból. Erős karommal és rettenetes büntető ítéletek által megmentelek titeket. Népemmé teszlek benneteket, én pedig istenetek leszek, akkor fogjátok igazán megérteni, hogy én vagyok istenetek, az örökkévaló, aki megszabadítottalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek titeket arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adom, bizony, nektek adom azt örökségül és birtokul, én vagyok az örökkévaló. Legalább nektek is jó legyen, ne csak nekem. Meghallottam Izrael népének keserves sóhajtozását és panaszkodását. Izrael rabszolgaságban van, 430 éve ott van, és már nincs semmire se ereje. Olyan az élete az ottani embereknek, hogy egy mondattal definiálja az Úr, hogy keserves sóhajtozás és panaszkodás az, ami van. Egy másik fordítás azt mondja, hogy olyan, mint a hörögnének. Már nem is tudnak igazán kiáltani. Már reménységük sincs. Hiszen úgy teltek el évek, évtizedek, évszázadok, hogy csak rosszabb lett a helyzet. Úgy teltek el generációk, hogy már réges-rég senki nem beszél arról, hogy ti áldásá voltaktok nekünk. Hogy volt egy József, akin keresztül megmenekültünk mi is. Hogy a Gósen földjét megkaptátok örökségül. Hogy itt éltetek közöttünk, hogy 72 ember jött le, és Isten megáldott titeket, és most már van 2,5-3 millió ember. Nem. Rabszolgasorba helyezték őket, és egyre erősebb terheket raktak rájuk, és egyre nehezebb volt az élet azoknak, akik ott éltek. És fölkiáltottak a mindenható Istennek, és azt kiáltották, hogy Uram, segíts! Nincs más, aki segítene rajtunk, csak te. És azt olvassuk, hogy az Úr azt mondja, hogy én meghallottam azt a keserves kiáltást, azt a hörgést, azt a mély fájdalmat, azt a reménytelen vágyakozást, hogy szabadulást akartok, hogy egy új életkörülményt szeretnétek, hogy abba akarjátok hagyni azt az életet, ami a rabszolgaság, és szeretnétek a sóhajtozásra választ kapni. És az Úr azt mondta, hogy én meghallottam ezt. És utána azt olvassuk, hogy kihozlak titeket erős karommal, félelmetes kezemmel, kihozlak titeket, és igen erős, és igen komoly, rettenetes ítéleteket fogok tartani Egyiptomon. És meg fogjátok tudni, hogy én vagyok az Úr, az örökkévaló, aki nem felejtkezett el a szövetségéről, és azt a földet, amit már nagyon-nagyon-nagyon régen odaígértem a ti őseiteknek, azt nektek fogom majd adni.
mert ő megtartja az ő szövetségét. Azt látjuk, hogy büntető ítéletet fog tartani Egyiptom fölött. Egyiptomnak a báványistenei fölött. Azok fölött, az istenek fölött, amiket imádtak Egyiptomban. És azt olvassuk, a második Mózes, elég sokat leszünk itt a 12. fejezetében, és ott is a 12. versből, hogy mert azon az éjjelen keresztül megyek Egyiptom földjén, és megölöm az egyiptomiak elsőszülött fiait, és házi állataik elsőszülöttjét is. Végrehajtom büntető ítéletemet Egyiptom összes istene fölött, én vagyok az örökkévaló. Ide még vissza fogunk térni, de Isten azért rendelte el ezt a sok csapást, mert egy teljes diadalt akart aratni az egyiptomi fogvatartók fölött. Az összes szellemi hatalmasságot, ami az egyiptomi kultúrában megjelent, Isten ítélet alá helyezte, és mindegyik fölött diadalmat vett. És látni fogjuk a 10 csapást, és látni fogjuk azoknak a kegyelmi oldalát, és az ítéletre utaló oldalát is. És egy nagyon izgalmas kép fog elénk tárulni abból, hogy már réges-rég elengedte volna a fáraó a rabszolga izraelieket. Mert már az egész egyiptomi birodalom óriási veszteséget szenvedett. De Isten volt az, aki nem engedte, hogy a teljes diadal előtt Izrael kijöhessen Egyiptomból. Mert amikor ő megjelenik, és az erős kezével rá nehezedik valamire, akkor ő teljes diadalt arat. Nem végez fél munkát, nem jelképes munkát végez, hanem ő A-tól Z-ig mindenre megoldást hoz. És azt olvassuk a Mózesnek, a második Mózesben maradunk, ha esetleg valaki elfejtette volna a 7. fejezet 3. versében, hogy mielőtt még elkezdődött volna az első csapás, Isten, amikor Mózessel beszél, azt mondja neki, hogy én azonban, a 3. vers, megkeményítem a fáraó szívét, és ő ellenkezni fog, bár sok jelet mutatok, és sok csodát viszek véghez Egyiptom földjén. Ő mégsem hallgat rájöttök, ezért kezem rá nehezedik majd Egyiptomra, és ezután hozom ki onnan seregemet, népemet, súlyos büntető ítéletek által. Tehát már az elején mondja, hogy a fáraó meg lesz keményedve. Sok csapás éri majd Egyiptomot, de nem tud majd ő titeket elengedni azelőtt, minthem, hogy én a teljes tervemet véghez vittem volna. Sem az izraeliek, sem az egyiptomiak nem tudták, hogy mi vár rájuk. Istennek volt egy terve, ennek volt egy vonulata, és elérkezett egy csúcspontig. És nem akarta addig abba hagyni az ő szabadító munkáját, míg nem ki nem élesedett azon az éjszakán az ő szabadításának a teljes terve, ami tökéletes kegyelmet és egy új életet hoz azoknak, akik a vér alatt vannak, és egy hatalmas gyászt és pusztulást azoknak, akik ezt elutasítják. De nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez. Ugye hát mindenki, ki az, aki tudja fejből a 10 csapást? Van valaki? Nekem le kellett írni, őszinte leszek. Tehát iskolában tanítják, de nekem megvan. Van puskám. Nagy előny. És nem is az a lényeg, hogy most mindegyik csapáson végigmegyünk, bár nehéz lenne kihagyni, hogyha erről beszélünk. De azt látjuk, hogy az első csapás az, amikor a víz vérré változik, a második meg az, hogy békák jönnek föl Egyiptomba, és hogy a fáraónak a varázslói, azok, akik a fáraó hatalmát szellemi háttérrel biztosítják, akik a tanácsadói, és akik ott a rabszolgaságban tartott nép fölött is uralkodnak, azok meg tudják csinálni ezeket a csodákat. Igaz, hogy kisebb mértékben, de van egy szellemi reakció erre. De ez a harmadik csapásnál, ami a szúnyogok, ott azt olvassuk, hogy ott már nem tudják ezt megcsinálni. És őt, ők mondják a fáraónak, hogy ez Isten újja, itt mi befejeztük, innentől kezdve végünk van. Nekünk nincs válaszunk, úgyhogy szerintem jobban járunk, drága fáraó úr, hogyha ezeket tényleg elengedjük, mert az Isten van velük. De a fáraónak nem volt választási lehetősége, és megpróbálta ő elengedni őket, de reggelre mindig megváltozott a véleménye. Viszont azt látjuk, a 10 csapásunk több-több alkalommal is, hogy bár Egyiptomnak az egész területe, nem csak lokálisan, hanem az egész, a csapásoknak a súlya alatt nyög. A legutolsó, legszegényebbtől egészen a fáraó házáig, de Isten az övéit külön választja, és mentesíti a csapások alól.
Már a csapások alatt is egy különleges kegyelmet élveznek azok, akik az Izraelhez tartoznak. És ezt olvassuk a negyedik csapásnál, ami a 8. fejezet 22. versében van. És azt olvassuk: de Izrael népét különválasztom az egyiptomiaktól, és Gósen földjével kivételt teszek, ahol az én népem lakik, ott nem lesznek böglyök. Ebből megértheted, hogy én az örökkévaló jelen vagyok ezen a földön. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap lesz egy csodajel. Ugye ezt Mózesen keresztül a fáraónak mondja. Tehát a böglyök egész Egyiptomra eljönnek, de azon a földön, ami a Gósen földje, ahol Izrael letelepedett és azóta is ott él, ott nem lesz egyetlen böglyő sem. És ahogy megyünk tovább, az 5. fejezetben ugyancsak azt látjuk a 9. fejezet 4. versében, hogy de különbséget teszek az örökkévaló Izrael népének jószágai és az egyiptomiak által állatai között. Az Izraelhez tartozó állatok közül egy sem hullik el. Az örökkévaló meghatározta a csapás idejét, holnap sújt le Egyiptom házi állataira. Az 5. csapás ugye az volt, hogy a házi állatoknak nagyon nagy része elpusztul. De egyetlen egy, még tévedésből sem, nem pusztul el az izraeli házi állatok közül. Mert az Úr védelmezi és áldásban részesíti azokat, akik hozzá tartoznak. És hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez véletlen, megyünk tovább, és látni fogjuk, hogy a 9. csapásnál, amikor jégeső van, bocsáss meg, a 7. csapásnál, amikor jégeső van, és ez a 9. fejezetben van, így már jó, a 26. versben a következőt olvassuk, és gyertek velem, hogy igazat írja a Biblia a tietekbe is. Egyiptomban csak Gósen földjén nem esett jégeső. Ott, ahol Izrael népe lakott. Tehát mindenhol jégeső esett, de ott nem esett jégeső. Ott sütött a nap. És mindenhol nézték, hogy arra sem menjünk, meg arra sem, mert mindenhol jégeső esik. Nálunk meg valahogy mindig jó idő van, mert az Úr külön választotta az ő népét. Ennél, a 7. csapásnál azt olvassuk, hogy Isten is megnyilvánul, és a 15.-16. versben a következőt mondja. Azt mondja, hogy már eddig is lesújthattam volna rád és népedre, olyan dökhalállal, amely teljesen eltörölt volna benneteket a föld színéről. De megkíméltelek, mert célom van veled. Nem öltelek meg, hogy rajtad mutassa meg hatalmamat, és hogy hirdessék híremet, nevemet az egész földön. Tehát azt olvasjuk, hogy Isten megtehette volna, hogy az első csapásnál azt mondja, hogy jó, akkor mindenki meghal. De célja volt annak, hogy ő nem engedte hamarabb el Izraelt, és nem pusztította el Egyiptomot. Azt olvassuk, hogy a 6. fejnél a 9. fejezet 11. versében a varázslók is már beteget, és már nem is tudnak megjelenni a fáraónál. 11. vers a 9. fejezetben. Az egyiptomi varázslók maguk is szenvedtek a fekélyektől, emiatt már nem tudtak Mózes elé állni, hogy versengjenek vele. Egész Egyiptomban mindenkit elborítottak a fekélyek. És hogy megyünk tovább, a 8. csapás, a sáskák, ez a 10. fejezetben van, és ott a 7. vers, hát ez nagyon fog tetszeni. A főemberek ekkor odafordultak a fáraóhoz, és a következőt mondják: Urunk, meddig hagyod még, hogy ez az ember mindenféle bajt hozzon nekünk? Inkább engedd el ezt a népet, hadd menjenek és áldozzanak Istenüknek, az örökkévalónak. Nem veszed észre, hogy Egyiptom már egészen tönkre ment? Tehát azt mondták a fáraónak a tanácsadói, akik valahogy addigra meggyógyultak egy kicsit, vagy talán néhány közülük, hogy engedd el őket, mert már nincs semmink. Már minden tönkre ment. Engedd el őket. De a fáraó nem engedte el őket. Nem hallgatott a tanácsukra. Mert Isten még nem végzett az ő tervével. A 9. csapás a sötétség volt, ahol minden teljesen sötétségbe borult, és ezt a 10. fejezet 23. versében olvassuk. Az egyiptomiak nem is látták egymást, és ki sem mozdultak házaikból, csak ott volt világosság, ahol Izrael népének családjai laktak. Olyan sötétség volt, csukd be a szemed, ennyire. Na, te teljes. Ez azt jelenti, hogy ki sem mozdultak otthon, mert bevágták volna a fejüket, bárhova mennek. És kit hívnak segítségül? Mobiltelefon még nem volt, hogy világítsál. De ahol Izrael élt, ott világosság volt. Ott nem volt csapás. És Isten a 10 csapás alatt is egy extra védelmet, egy különleges kegyelmet
ráhelyezett Izraelre. És amikor már egészen közel vagyunk a csúcspont felé, az utolsó csapás felé, a szabadulásnak a hajnala felé, akkor Isten egy egészen megdöbbentő kérést helyez Mózes elé. Eddig nem kért semmit az izraeliektől. Eddig nem mondott egyetlen egy dolgot se a csapások alatt. De mielőtt még ő a tizedik csapást megtette volna, szólt Mózesnek és Áronnak, hogy menjenek el a néphez, és mondják el, hogy mindenki, és itt ezt azért mondom nagybetűvel és először, mert ezen van a hangsúly. Tehát mindenki, nem csak néhány, nem csak pár, nem csak a kiválasztott, hanem mindenki, minden egyes család egy bárányt szerezzen be. És ez a bárány valami egészen különleges dolgot fog nektek biztosítani. Ezt a bárányt maguk mellett kellett tartani minden családnak, akik egy közösségben, egy házban éltek. Majd pedig a meghatározott éjszakán meg kellett ölni, megfelelő módon el kellett készíteni, és mindenkinek enni kellett belőle. És ezt a 12. fejezetben olvassuk, és elég sokat fogunk erről olvasni. Legyen úgy, jó? Kezdjük el, inkább az ige beszél, mint én. 12. fejezet, 3. vers. Ja, megtalálom. Jó. Rendeljétek el Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10. napján minden családfő válaszol ki egy bárányt, vagy kecskedigidát, jó, azt. A háza népe számára, logopédushoz kell majd járnom, tudom. Tehát minden háznépnek jusson egy-egy bárány. Tehát minden háznépnek jusson bárány. Ha a házban kevesen vannak ahhoz, hogy az egész bárányt együtt meg tudják enni, akkor csatlakozzanak egy szomszédos háznéphez, és együtt egyék meg a páska bárányt. Ügyeljenek rá, hogy mindenkinek jusson elég a bárányban. Utána leírják, hogy milyen legyen, és utána hogy kell megcsinálni. Oké. Erről csak Izrael tudott, hogy Isten tervez valamit. És van egy főszereplője ennek az estének, ez pedig egy bárány. És aki eszik ebből a bárányból, és akinek a vérével a ház falat megjelölik, akkor azokkal történik valami. És mégpedig a következőt olvassuk. 12. vers. Mert azon az éjjelen keresztül megyek Egyiptom földjén, és megölöm az egyiptomiak elsőszülött fiait, és házi állataik elsőszülöttjeit is. Végrehajtom büntető ítéletemet Egyiptom összes istene fölött. Én vagyok az örökkévaló. A páskabárány vére megjelöli házaitokat és a benne lakókat. Amelyik házon látom ezt a vért, annak lakóit nem sújtom halálos csapással, hanem elmegyek mellette, amikor átvonulok Egyiptom földjén, és lesújtok az egyiptomiakra. Azon az éjjelen Isten ítéletet tart, befejezi a szabadító munkáját. A 7. versben azt is olvassuk, hogy a bárány véjét fogjátok föl egy edénybe, majd vegyetek belőle, és kenjétek rá annak a háznak az ajtófélfájára, meg a szemöldök fájára, ahol megeszik a páska bárányt. Magyarul ez azt jelenti, hogy az számított, hogy megegyék a bárányt, és akik megették a bárányt, azon az éjszakán maradjanak együtt, és rakjanak egy jelet az ajtóra, a szemöldök fára és az oldalfára. És akkor egy ilyen keresztformában jelöljék meg a háznak a bejáratát. És azon az éjszakán az ítélet végrehajtó egész Egyiptomba minden házra ránéz. És nem azt fogja nézni, hogy ki lakik ott, hogy hívják, tudom, de a kommunisták csinálták, hogy jöttek házra fekete autó, hogy itt laksz. Igen, akkor te velünk jössz. És nem lehet tudni, hogy visszajössz-e vagy nem, hogy életben maradsz vagy nem. Ők nem név szerint dolgoztak. Itt egyetlen egy dolog számított. Hogy kim volt-e a vér a falon, vagy nem. És nem számított, hogy ki voltál bent. Nem számított, hogy te a legjobb szívű ember voltál. Nem számított, hogy te a legrosszabb ember voltál. Nem számított, hogy hány éves voltál, és hogy milyen körülmények között éltél. Semmi nem számított. Egy dolog számított. És ezt tett külön Izraelt az egyiptomiaktól. Hogy tudták az információt,
hogy mi az, ami az ő menekülésüket szolgálja. Az pedig a báránynak a vére volt. Az a vér, amit felraktak az ajtófára egy keresztformában. És amikor jött a szellemvilágból az ítélt végrehajtó, aki a fizikai síkon minden elsőszülöttet megélt, az egyiptomi fáraótól az utolsó állat elsőszülöttjeink, akkor ez tiszteletbe tartotta ezt a jelet, mert ez erősebb volt nála. Mert ez védelmet jelentett azoknak, akik benn voltak a házban, és nem számított, hogy ki volt az, ha engedelmes volt ennek a jelnek. És másnap úgy ébredtek Egyiptomba, hogy meghalt mindenhol az elsőszülött. És utána azt írja az ige, hogy emlékezzetek erre. Minden generációban örökkévaló rendtartás legyen. Hogy hogyan szabadultatok meg Egyiptomból. Hogy mi volt az, ami titeket szabaddá tett a báránynak a vére. És az, hogy közösségben voltatok a bárányjal. Ez volt az, ami titeket megmentett az ítélettől, és befejeződött az ítélet Egyiptomon, és kijöhettetek, és egy új életet kezdhettetek. Jézus Krisztusban nekünk ma ugyanilyen kegyelmünk van. Ma is az ő vére és a vele való közösség az, ami elválasztja azokat, akik hisznek benne és engedelmesek az ő szavára, attól az ítélettől, ami a világban már van, és ami majd eljövendő. És ez az információ a kulcs a győzelemhez. Menjünk tovább. Mindjárt vége a bevezetésnek, lassan jók leszünk. Egy új kezdetről gondoskodott Isten. Hogy befejezi a rabszolgaságot, nem engedi, hogy ezt tovább folytatódjon, és valami egészen újfajta életre hívja el Izraelt. És azt látjuk, hogy ez egy nagyon körültekintő és gondoskodó kezdet volt. A 11. fejezetnek az első és a második versét szeretném olvasni. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Még egy csapással sújtom a fáraót, egész Egyiptom népét. Aztán már el fognak engedni titeket. Sőt, egyenesen kiűz benneteket országából. Ezért hirdest ki népet között, hogy minden férfi és asszony kérjen egyiptomi szomszédjától értékes ezüst és aranytárgyakat. Az örökkévaló az egyiptomiakat jó indulatával tette Izrael népe iránt, és Mózesnek is nagy hírneve volt egész Egyiptomban a nép előtt és a fáraó főemberei között. Az, ami az ő szabadulásuknak a kezdetén megadatott nekik, az az volt, hogy ők nem voltak szegények többé. Nem úgy jöttek ki Egyiptomból, hogy jó, hogy kihoztál minket, de mindenünk ott maradt, egy ekkora aranyom nincs, mi lesz velem? Úgy hoztak ki őket, hogy több pénzük volt, és nagyobb kincseik voltak, mint bármikor előtte. Eleve egy rabszolganépről beszélünk, akit nagyon nem jutalmaznak, hanem ingyen dolgozik. Így van? Tehát rabszolga akkor valaki, nem kap pénzt, azért dolgozik. Maximum az a kajája volt, ami benne volt, tehát ezzel tudott volna menni. Mert ruhája sem nagyon volt. De valami történik, mert Isten gondoskodott arról, hogy ebben az új kezdetben ne kelljen nekik vágyakozniuk valamire, ami Egyiptomban maradt. Hanem, ami soha nem volt az övéjük, azt Isten egy jóindulatú átfordulással a javukra tette. És bármikor máskor oda mehettek volna az egyiptomiakhoz, most gondold el, mondjuk viccet tegyük föl, jó? Rabszolgák vagyunk egy kicsit, jó? Rendben? És akkor oda megyünk a főnökhöz, és mondjuk neki, fia, add már nekem azt az aranyláncot, meg az asszonyfűbe valóját. Na, nagy sikerre számíthatnánk, nem? Mondanánk így, hogy hónap meghalsz, szavasz. És akkor ezt látja valaki, akkor utána már nem mer kérdezni semmit. De itt pedig Isten volt az, aki ezt a csodát végrehajtott. Tehát az első, amit látunk ebben a szabadulásban, hogy Isten gazdaggá tette az ő népét. Fizikai síkról beszélek. A második, hogy egy olyan változás jön létre, ami egészen elképesztő. Ezt a 12. fejezetnek az 50. versében olvassuk, és ez pedig az, hogy Izrael népe engedelmeskedett mindazoknak a parancsoknak, amelyeket az örökkévaló Mózesnek és Áronnak mondott. Azon a napon az örökkévaló kihozta Izrael népét Egyiptomból. Törzseik szerint rendezett csoportokban vonultak onnan. Na most, hogyha ezt a rendezett szót vizsgáljuk meg, akkor most milyen rendezettségről beszélünk?
de segít nekünk a 13. fejezetnek a 18. verse, és lapozzatok velem, ez pedig a következőt írja. Ezért Isten azon az úton vezette őket, amely a sivatagon át a vörös tenger felé vitt. Izrael népe hadirendben és fölfegyverkezve vonult ki Egyiptomba. Kérem szépen, véget ért a rabszolgaság. És azon az éjjelen Isten már úgy nézte az ő megváltottait, hogy ez az én népem, és csatarendben, felfegyverkezve, úgy vonultak ki, mint egy hadsereg. Tegnap még nem tudták, hogy mi lesz a holnap, de Isten már elindította azon az éjszakán a holnapot. És a kivonulásban már jelezte feléjük, hogy miről fog szólni az ő jövőjük. Hogy én leszek a ti istenetek, én megyek előttetek, jeleket, csodákat teszek, és büntetést hozok, és titeket megáldanak, körülvesztlek titeket, és győztesek lesztek. De ti az én hadseregem vagytok. És hadirendben jöttek ki, kérem szépen. Egy napja vannak szabadságon, és már is Isten hadserege. Tehát mondjuk az a vakáció rövid volt. De másképp nem lehet Istennel menni. Csak engedelmességben, fegyelmezetten, és olyan egységben, ami a hadseregben van. És a későbbiekben látni fogjuk, hogy a rendezettségnek és a hadirendnek volt egy nagyon nagy titka, hogy először mindig a dicsőítés ment. És az tört át az utat, hogy a szellemvilág a fizikai síkon betörjön, valódi győzelmet hozzon úgy Izrael honfoglalásában, mint a későbbiekben azoknak a királyoknak, akik erre hajlandóak voltak és bíztak Istenben. Tehát a második az volt, hogy ebben az új kezdetben az Isten népe egy újfajta rendszerben mozog. Nem össze-vissza, mint a rabszolgák, akik egymás ellen is irigyek, hanem mint egy egységes hadi rend, akik föl vannak fegyverkezve. És igen, megkerülő úton vitte őket, mert még nem voltak kész a szívükben arra, hogy harcoljanak. Sajnálatosan látni is fogjuk, hogy ez nem is fog megvalósulni az ő generációkban, de az isteni elhívás és a rendszer már itt megjelenik. És a harmadik dolog, ami megtörténik, hát, mucho grácia, ez most kezdődik a tanítás, jó? Végén még lesz úgyis két dal. Történik valami, aminek elvileg nincs semmi köze ahhoz, amit történtettik. Történik valami, ami miatt minden megváltozik. Történik valami, ami számunkra is csak rácsodálkozást eredményez. Ugyanis Isten nem csak, hogy egy hadirendszert álmodott meg az ő népének, nem csak, hogy a sötétség kincseit odaadta a világosság fiainak, nem csak, hogy a rabszolgaság után kihozta őket, és ő volt a vezérük, nem csak, hogy elpusztította Egyiptom minden seregét, és egy totális, megsemmisítő diadat aratott a fizikai síkon is, és a szellemi síkon is. És mindenki előtt nyilvánvaló lett, hogy az izraeliek istene, az egyedüli Úr az Isten, aki alatt minden hatalom térdet hajt, hanem tette egy olyan dolgot is, ami miatt mi erről az egészről ma beszélünk. És ez három nappal később történik. Tehát véget ér a 10 csapás, ami elég sokáig tartott. És három nappal később Isten megjelenik, és egy új névvel jelenik meg. Ez a 15. fejezetben van, és a 24. verstől. Egészségetekre. A nép zúgolódni kezdett, Mózest hibáztatták, most honnan megyünk izővizet, kérdezték. Akkor Mózes segítséget kiáltott az örökkévalóhoz, aki egy fadarabra irányította Mózes tekintetét. Mikor Mózes bedobta a vizet vízbe, a fadarabot a víz ihatóvá változott. Az örökkévaló törvényeket és rendelkezéseket közölt a néppel, és próbára tette őket, hogy vajon engedelmeskednek-e neki. Ezt mondta a népnek, ha figyelmesen hallgatsz Istened az örökkévaló hangjára, ha azt teszed, amit ő helyesnek tart, ha engedelmesen követed parancsait és megtartod rendelkezéseit, akkor egyetlen betegséget sem engedek hozzád férni azok közül, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam. Mert én vagyok az örökkévaló, aki meggyógyítalak téged. Isten egy zúgódás között egy kijelentést tesz magáról.
A 15. fejezetnek a 11. versében, Mózes hálaénekében azt olvassuk, hogy de megváltott népedet kegyelemmel és hűséggel vezeted, hatalmad és erőd vezérli őket szent lakóhelyedre. Tehát Mózes azt mondja, hogy kegyelemmel és hűséggel vezeted őket. És azt látjuk, hogy itt föllázad 3 nappal később Izrael. És Isten pedig bemutatkozik egy új névvel. Ennek a generációnak ez volt az új neve. 430 év csönd után. Isten bemutatkozik, és azt mondja nekik, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Ez az én nevem, hogy meg akarlak téged gyógyítani. Téged. És mindenkire nézett. És ez mindenkire igaz volt. És nem értenénk, hogy ez most hogy kerül ide. Biztos elgépelték, tudod, rossz a fordítás. De nem. Ugyanis gyertek velem a 105. Zsoltárba. 105. Zsoltár, 37. verse. Izrael népét pedig kivezette onnan, kijöttek arany és ezüst kincsekkel megrakottan, és egy sem volt köztük gyenge vagy beteg. Egy sem volt köztük gyenge vagy beteg. Mindenki meggyógyult. Azon az éjszakán. Úgy jöttek ki, hogy véget ért a múlt. És ha valamit el lehet mondani 2,5 millió rabszolgáról, akik egyre rosszabb körülmények között élnek, nem volt munkavédelmi előírás, maradjunk ennyiben. Tehát úgy kellett sokat dolgozni, hogy igazából védőruha nélkül. Akkor az az egy dolog nyilvánvaló mindenki előtt, hogy egy alultáplált és meggyötört nép között rengeteg beteg és rengeteg gyenge van. Nem véletlenül már csak sóhajtani tudnak. Nem véletlen, hogy már alig bírnak élni. Hiszen napról napra, ja, ott nincs munkaszüneti nap, ott minden nap dolgozom. Egyre fáradtabb vagy, és egyre nehezebben tudsz élni. És azt mondja az Isten, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És azon az estén mindenki meggyógyult. És úgy jöttek ki, hogy nem volt köztük beteges, és nem volt köztük béna. Az Úr a mi gyógyítónk is. Az Úr az, aki nem változott. És Jézus Krisztusban nekünk ugyanolyan lehetőségünk van. Isten kegyelmében a csapások alatt védelem belenünk, és élvezni azt, hogy ő a mi gyógyítónk is. És lehet, hogy mi nem vagyunk 2,5 millióan, és lehetséges, hogy nincs annyira meggyötört életünk, de lehet, hogy nekünk is nagyon komoly mentális és fizikai betegségeink vannak. És az Úr ma nekünk ugyanezt mondja, amit mondott ott, hogy én vagyok a te gyógyítód is. Ha az Ószövetség, ami egy árnyéka az Új Szövetségnek, ilyen dicsőséges módon festi le Istent, ilyen hatalmas királynak, ilyen túláradó, megdönthetetlen birodalomnak, aki minden más dolognál fontosabbnak tartotta az ő megváltásával kapcsolatban, hogy egy néven jelezze ki azt, hogy ő kicsoda, az pedig az, hogy én vagyok a gyógyítód, akkor szeretném, hogyha megvizsgálnánk, hogy az Új Szövetségben, Jézus Krisztusban hogyan teljesedtek be ezek a jelei az ő szívének, hogyan árasztottak ki Jézus Krisztuson keresztül azt a kegyelmet, ami mindenki számára elérhető volt, és mindenkinek hozott egy új kezdetet a fizikai gyógyulás terén is. Jézus Krisztusnak azért kellett a fizikai síkon sebeket szenvednie, azért korbácsolták meg, azért húztak rá töviskoronát, azért volt sok megaláztatása, mert Pilátus nem akart őt megölni. Mert azt gondolta, hogy ha jól megverem, akkor lehet, hogy ez elborzassza majd a zsidó vezetőket, és akkor életben hagyják. Mert ő nem akarta megölni, mert azt mondta, hogy én ezt az embert nem találom bűnösnek. De nagyon félt a zsidó vezetőktől, és ezért kitalálta azt, hogy úgy megverettem, hogy ne lehessen ráismerni, és akkor hát, ha életbe hagyják. A fizikai síkon ez volt az az ok, ami miatt Jézus Krisztust hihetetlenül brutálisan, fölismerhetetlen módig eltorzítva megverték, mert nem akarták megölni. De a szellemi síkon ennek volt egy másik üzenete,
Mégpedig az Ézsaiás könyvének az 53. fejezetébe gyertek velem. Ézsaiás könyve 53. fejezete. 3, 4 és 5. vers. Az emberek lenézték őt, még baráta is elhagyták. Tudta, mi a fájdalom, és hogy mit jelent a betegség. De mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk, nem törődtünk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. És mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Jézus Krisztus azért kapott sebeket, hogy az ő sebeiben mi meggyógyuljunk. Azért volt ő megsebezve, hogy nekünk szabadulásunk lehessen. És Jézus Krisztus egy proféciát töltött be ott, hogy igaz legyen az, hogy az Úr a mi gyógyítunk is. És az, hogy gyógyultunk meg, múlt időben, mert Isten beszéde örök, és ez a keresztre utal vissza, hogy ott történt egy fizikai térben egy esemény, egy olyan esemény, ami minket már 2000 év távlatából érint. De ez az esemény, az az esemény, amiben a mi gyógyulásunk is van. Mi is ott gyógyultunk meg az ő sebeiben. És igazi szabadulás és igazi gyógyulás csak a fiúban van. És akit a fiú megszabadít, akit ő meggyógyít, az az, aki igazán gyógyult. Szeretném, hogyha megnéznénk az új szövetséget is egy kicsit, jó? Hát, vicces leszek, nem baj? Majd az idővel gazdálkodni. Fúha, na. Ébren vagytok még? Bírjátok? Jó, most kezdik az új szövetség, innentől kezdve jönnek az igerészek. De az első fejezet a Márk evangéliumában a 41. és 42. vers következőt írja. Oda ment hozzá egy leprás, letérdelt előtte, és így kérte. Ha akarod, te meg tudsz gyógyítani engem. Jézus megsajnálta, kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt. Igen, akarom, gyógyulj meg. Ekkor a betegről azonnal eltűnt a lepra, és teljesen egészséges lett. Ez az esemény, ez a Márk evangéliumának a legelején van. Ez az esemény Jézus szolgálatának az elején játszott. És oda megy hozzá egy leprás, aki zsidó törvények szerint nem mehetett volna oda egy egészséges emberhez. Mert ha oda ment volna, akkor ő meghalt volna. Mert a zsidó törvények azt írták elő, hogy aki leprás, az kiabálja, hogy leprás vagyok, és amikor te tudod, hogy egy leprás jön feléd, akkor te szépen azt mondod, akkor arra menjél. És nincs lehetőség arra, hogy ő közel kerüljön egy egészséges emberhez. A törvény nem tett lehetőséget arra, hogy egy leprás találkozzon egy épp emberrel. Nem, hogy egy rabbónival. Nem, hogy egy tudós emberrel, egy hétköznapi emberrel sem. De ennek az embernek, aki letérdelt előtte, ennek már a halál is megváltás volt. Őt már nem érdekelte semmi. Ő csak azt tudta, hogy én így egy napot már nem tudok lejönni. És tudta, hogy az, akihez megy, az Jézus. És letérdelt előtte. És tudta, hogy Jézus kegyelmes. És ha meg kell halnia, meg kell halnia. De azt mondta, hogy te meg tudsz engem gyógyítani. Nem foglalkozott az, hogy bűnöse. Nem foglalkozott az, hogy törvényszegő-e. Nem foglalkozott semmivel, mert az élete az olyan volt, hogy csak hörögni tudott. És ez volt az ő hörgése, hogy Istenem, legyél az én gyógyítom. Te meg tudsz engem gyógyítani. És az, amit itt látunk, az, ami Jézusnak a válasza, az egy univerzális válasz. Mert Jézus azt mondta ennek az embernek, és azt mondta később olyan nagyon soknak, és látni is fogjuk, hogy ez hogyan valósította meg, hogy akarom. Akarom azt, hogy te gyógyult legyél. Ez az én akaratom, hogy te gyógyult legyél. És abban a pillanatban a lehetetlen lehetséges lett. És az ember nem csak, hogy kegyelmet kapott arra, hogy nem kövezték meg, hanem épp lett,
És már a törvény szerint is igaz. Mert már nem volt betegség, ami miatt megkövezhették volna. Mert aki Krisztussal találkozik, az új életet nyer. És a kegyelem kiáradásában a gyászból öröme lett. És így kezdődik a Márk evangéliuma, hogy Jézus azt mondja, hogy akarom, hogy gyógyulj meg. És igazából a mai nap tennék egy kísérletet arra, hogy úgy nézzük meg Jézus gyógyításait, és úgy nézzük meg az ő munkájának ezt a vetületét, amire ő azt mondta, hogy ha nem hiszitek el, amit én mondok, higgyétek el azt, amit cselekszem. És az ő cselekedetének markáns jegye volt az, hogy ő a gyógyítójuk volt, hogy nem fogunk megnézni túlnyomó részben olyan szituációkat, amikor valaki ki van emelve, hanem törekedni fogok arra, hogy azokat a részeket nézzük meg, és garantálom, hogy nagyon sok lesz, ahol a név, aki meg fog gyógyulni, az a következő. Mindenki. Amikor mindenki meggyógyult. Mert Jézusnak az volt az akarata, hogy akarom, hogy gyógyult legyen. És mindegy, hogy mi a betegséged, és mindegy, hogy mi miatt van, és mindegy, hogy nincs teológiád, és mindegy, hogy nem vagy törvénytudó, mindegy. Akarom, hogy gyógyulj meg. És kezdjük is el. Máté evangéliumának a 4. fejezetébe megyünk, és elég sokat leszünk a Máté evangéliumában, de igazából bármelyik evangéliumba is mehetnénk. Máté evangéliuma, 4. fejezet, 23. és 24. vers. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságáról szóló örömüzenetet, és meggyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép között. Elterjedt a híre még Szíria egész tartományaiban is. Ezért hozzávittek mindenféle beteget, epilepsziásokat, bénákat és olyanokat, akik különböző fájdalmaktól szenvedtek, meg akikben gonosz szellem volt. Jézus pedig meggyógyította őket. Ezért nagy tömeg vette körül, és kísérte Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról is jöttek. Mindenkit meggyógyított. Széllyel járta Galileát, az egészet bejárta, tanított őket, az ő atyának a királyságáról hirdetett, és az örömüzenetet mondta el, de mindenféle betegséget, erőtlenséget meggyógyított. Mindenkit. Ezért nagy híre ment, és körbevették őt, és követték, ahova ment. Máté evangéliumán maradva, 9. fejezet, a 35. verstől. Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, és hirdette az Isten királyságáról szóló özrömüzenetet, meggyógyított minden betegséget és erőtlenséget. Amikor látta, milyen sokan összegyűltek, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli gyúnyáj. Ekkor a tanítványaihoz fordult, látjátok, milyen sok a gabona, de milyen kevés az arató? Imádkozzatok hát, és kérjétek az aratás urát, küldjön még több aratót, hogy learassák a gabonát. Ennek a második részét, ezt nagyon sokszor halljuk, és ezt sokszor beszélünk is róla. De ez egy olyan közegben játszódik, amikor éppen mindenkit meggyógyít. És az aratókra úgy tekint, hogy ezt a munkát folytassák, aminek egy nagyon markáns része a szellemi bemutatás, de elkerülhetetlen része a fizikai síkon az, hogy az emberek, akik szükségben vannak, meggyógyuljanak. És mindig látni fogjuk, hogy bárki megy hozzá, meggyógyítja, és először meggyógyítja őket, és utána tesz csodát, és először meggyógyítja őket, és utána fog tanítani. Mert ő a gyógyító, és a szabadításnál ezt a nevét mutatja be, és nem véletlenül. És látni fogjuk, hogy az ő szolgálatában ezt végig kíséri konstansan. Nézzük meg, hogy igaz-e. Máté evangélium a 12. fejezet, és 15. rész. Jézus azonban tisztában volt vele, hogy mit terveznek ellene, ezért elment onnan, sokan követték, ő pedig minden beteget meggyógyított. Tehát amikor éppen elment valahonnan, mert tervezték azt, hogy nem, tényleg, na megülünk, mert csak felfordulás, hogy meggyógyítasz mindenkit, nekünk meg nincs ilyen tudásunk, úgyhogy inkább megülünk. Akkor amikor éppen elment onnan, akkor is, akik követték, azokat mind meggyógyította. Tehát menet közben is mindenkit meggyógyított, amikor nem valahova érkezett, hanem valahonnan elment. A 14. fejezetben azt olvassuk, hogy Jézus 5000 embert megvendégel.
minden ismerjük a történetet, igaz? Hogy 5000 embert ő megvendégelt, méghozzá 5 kenyérrel és 2 hallal. És ez így is volt. De nézzük meg, hogy mi történik azelőtt, hogy ezt az igen markáns csodát tette volna. 14. fejezet, 14. vers. Amikor Jézus partra szállt és látta az összegyűlt sokasságot, megsajnálta őket, és meggyógyította a betegeiket. És utána kezdődik az, hogy szólt a tanítványainak, hogy hozzátok ide azt, amitek van. Látta a sokasságot, ez 5000 férfit jelent, a gyerekeket és az asszonyokat nem számítva. És mindegyiket előbb meggyógyította. És utána kezdte elmondani, hogy milyen az Isten királysága, és utána tette azt a csodát, ami 5000 embernek a megelégedését hozta. A 15. fejezetben, a 29. versben azt látjuk, hogy Jézus 4000 embert egy másik alkalommal megvendégel. Ugyanolyan nagy tömeg veszi őt körül, és ugyanúgy csodát tesz a kenyérrel és a hallal, hogy megetesse azokat, akik kíváncsiak arra, hogy ő kicsoda, és hogy miről beszél. És azt olvassuk a 15. fejezet 29. versében. Jézus ezután visszatért a Galileai tő partjára, felment a dombra, és leült. Sokan jöttek hozzá, akik sántákat, vakokat, bénákat, süketnémákat és mindenféle más betegeket hoztak. Letették őket Jézus lába elő, ő pedig mindegyiket meggyógyította. Az emberek nem tudtak hova lenni a csodálkozástól, amikor látták, hogy a süketnémák megszólalnak, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét. És utána mondja azt, sajnálom ezt a sokaságot, és megkérdez, hogy hány kenyeretek van, Isten melyik elégeti őket, több mint 15-20 ezer embert. Mindenkit meggyógyított, mert megsajnálta őket. És itt látunk egy felsorolást. Mégpedig azt a felsorolást, ami a mindenféle betegségektől külön választ egy pár betegséget. Ugyanis azt olvassuk, hogy hoztak sok sántát, vakot, bénát, süketnémát, és a többi betegséget nem részletezni. És nem véletlen ez a felsorolás. Nem véletlenül van kiemelve ez a párfajta betegség. Ugyanis a zsidók pontosan tudták, hogy amikor eljön majd a messiás, akkor egyedül a messiás lesz képes arra, hogy a születése óta a vak embert látásra bírja, hogy a születése óta sánta embernek helyreállítsa a csontozatát és a lábát, a születése óta süketnémának adja vissza a hallását és a beszédkészségét, és a leprást is csak a messiás fogja majd meggyógyítani, és a halottakat is ő fogja feltámasztani. És Jézus Krisztus nem csak, hogy beszélt arról, hogy ő a messiás, nem csak, hogy tanította, hogy én vagyok az, és meg fogjátok látni, az angyalokat leszállni az ember fiának a testén. Nem csak ő az, aki azt mondja magáról, hanem az ő jeleivel, az ő csodáival bizonyságot tesz, amellett, hogy ez valóban az Isten, ami gyógyítunk, aki a lehetetlen messiási csodákra váró betegségeket is hibátlanul betölti. A Lukács evangéliumában lapozzatok velem, ugyanis ott történik az az esemény, amire Keresztelő János utal. Amikor ő börtönbe kerül, akkor egy bizonytalan helyzet áll elő. Egyszerűen elveszti a bizonyosságát, pedig igen erős bizonyossága volt arra nézve, hogy Jézus, a messiás, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, az, aki azért jött, hogy sokakat üdvözítsen, hogy őt hallgassátok, és neki növekednie kell, nekem meg csökkennem. Amikor ő egy lezárt térbe került, amikor a halál közel jött hozzá, akkor ő bizonytalan volt abból, hogy valóban Jézus-e az, akire várt. És elküldi a tanítványait Jézushoz, hogy kérdezzék meg Jézustól, hogy te vagy az, vagy valaki mást várjunk. És Jézus, amikor válaszol, akkor ő a válaszaiban pontosan ezekre a messiási csodákra utal. Mégpedig a következő módon. 21. verstől. Abban az időben Jézus sok beteget és szenvedőt gyógyított meg, különféle betegségekből, megszabadított gonosz szellemektől és sok vaknak adta visszalátását.
Jézus így válaszolt a küldötteknek. Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit láttatok és hallottatok. Mondjátok el, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak támadnak fel, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. Boldog és áldott, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Jézus csak azt mondta, láttátok, hallottátok, menjetek el, azt mondjátok el, hogy mit is láttak. Pontosan a naimi fiú akkor tér föl az életbe újra. Mentek az úton, azt látták a tanítvány, hogy Jézus hozzáért, a fiú meg életre kelt. És mellette látták, hogy minden messiás csoda megtörténik. Hogy Jézus a gyógyító, és boldog, aki mindvégig kitart mellettem, és nem kételkedik bennem. És azt látjuk, hogy Jézus, a Máté evangéliumban visszatérünk, Judeába is elment, és a Jordánon túlra is, és mindenkit meggyógyított ott is. És nagyon sok kérdést föl lehetne tenni, hogy ma akkor mi van? Hogy ma akkor miért látunk kevesebb csodát? Ma akkor miért van az, hogy igazából nem is nagyon látunk? Nem, hogy halottak föltámadását, hanem ennél sokkal kisebbeket sem. És én kerülném azokat a válaszokat, amik a Biblián kívül vannak. De van kettő nagyon markáns, amit szeretnék megemlíteni. Az első, az a Márk evangéliumának a 6. fejezetében van, amikor Jézus Názáretbe megy el, abba a városba, amit úgy szeretett. Abba a városba, ahol őt ismerték, és ő is ismert mindenkit. És ha ő a Jordánon túli embereket meg akarta gyógyítani, ha ő mindenkinek mindenhol a gyógyítója volt, akkor hogy ne lett volna az azoknak, akik az ő szerettei voltak. És azt olvassuk a 6. fejezet 5. versében, hogy nem is tudott ott csodát tenni, csupán néhány betegre tette rá a kezét, így gyógyította meg őket. Nagyon elcsodálkozott azon, hogy ez a város lakói mennyire hitetlenek. A hitetlenség az Jézus Krisztus tökéletes, teljes, mindenkire áldásként ható ajándékában, amit kegyelemből adott mindenkinek, ott sem működött. Jézus Krisztus nem tudott csodát tenni a saját városában, ahol valószínűleg legalább annyira akart, mint bárhol máshol. Azért nem, mert egy olyan közeg vett őt körül, ahol nem hitték el, hogy itt bármi is lehetséges. És nagyon lelimitálták azokat a jeleket és csodákat, amiket Jézus be akartott mutatni. A másik, ami nagyon erőteljes, az pedig a vallásosság. Amikor mi a saját rendszerünket rá akarjuk erőltetni Istennek a rendszerére. Egy kicsi dobozt nem tudunk ráhúzni egy nagy dobozra. És amikor mi csak egyfajta módon tudunk megközelíteni egy dolgot, akkor mi annak a határain belül tudunk csak elfogadni dolgokat, és minden mást azon kívül nem tudunk összeilleszteni azzal, ami a saját istenképünk. Isten szeretné lebontani ezeket a dolgokat az élet minden területén, és ez alól az ő gyógyítása sem kivétel. És ez két olyan jel, ami végigkíséri a Bibliát. Jézus Krisztusnak a cselekedetei és a beszédei összhangban voltak. Ő nem csak azt mondta, amit mondott, hanem a cselekedeteivel nagyon markánsan alátámasztotta azt, hogy ő valóban ki is volt. Jézus Krisztusnak a legerőteljesebb tanítása, amit hívhatunk úgy is, mint az új szövetség alkotmánya, az a hegyi beszéd. Ezt nyilvánvalóan nagyon sokat tanítják, és nagyon sokan idéznek belőle, és valóban boldogok azok, akik úgy élik a keresztény életüket, ahogy Jézus Krisztus azt elmondta abban a hegyi beszédben. De nézzük meg, hogy mi történt, és ki fogjátok már találni, azelőtt, hogy elkezdett volna tanítani. Van, aki kitalálja, hogy mi történt előtte? Csak emeljétek fel, hányan vagyunk, akik kitaláltuk. Jó, rendben, ne esetlen a semmi. Tehát a lényeg az, hogy igen, kérem szépen, mielőtt ő elkezdte volna mondani azt, hogy kik a boldogok, mielőtt még a hegyi beszédet elkezdte volna megosztani annak a tömegnek, aki ott volt, ő mindenkit meggyógyított. Mert ez volt az elsődleges. Meggyógyította az összes szükségben, mindenféle betegségben lévő összes embert. Azért, hogy utána úgy tudják fogadni a tanítását,
mint akik már találkoztak Isten erejével. És ezt kérlek szépen Lukács evangéliumának 6. fejezetében látjuk. Lukács evangélium a 6. fejezet, és annak is a 17. verse. Ezután Jézus és az apostolok lejöttek a hegyről, és megálltak a síkságon. Velük együtt volt még Jézusnak sok más tanítványa is, és nagy sokasság, amely Júdeából, Jeruzsálemből, valamint Tírus és Szidon partvidékéről jött össze. Mindannyian azért jöttek, hogy Jézust hallgassák, és meggyógyuljanak betegségeikből. Még azok is meggyógyultak, akik gonosz szemmelektől szenvedtek. Mindenki meg akarta érinteni Jézust, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ekkor Jézus a tanítványra nézett, és ezt mondta. Boldogak és áldottak vagytok, akik felismertétek, hogy szükségetek van Istenre, mert tiétek az Isten királysága, és utána megy tovább a boldog mondás. Isten, mielőtt elkezdte volna elmondani, hogy kik a boldogok, ő boldoggá tette a tömeget. Akiknek igen, egy része azért ment oda, hogy meggyógyuljon. Lehet, hogy rossz motiváció ment oda. De Istennek mi volt a reagálása? Hogy mindenki. Akarom. Mindenki gyógyuljon meg. Azt akarom, hogy érezzétek, hogy én a gyógyítótok vagyok. Nem csak mondom, hanem bemutatom. És amikor a Lukács evangéliumában maradunk, és lassan végzünk, jó? Bírjátok még? Nektek nincs ilyen cucc, de én bírom. Szóval minden. Nem sokára befejezem, hogy újra dicsérjük az Urat. És türelmesek vagytok, és nagyon köszönöm. Ez egy kicsit hosszú téma volt, de az igyekeztem levágni néhány kanyart. Lukács evangélium a 9. fejezet, az első és a 2. vers, az az apostoloknak a felhatalmazásáról szól. Jézus magához hívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik minden gonosz szellem kiűzésére és a betegségek gyógyítására. Kiküldte őket, hogy hirdessék Isten királyságát és gyógyítsák meg a betegeket. Ezt mondta nekik, semmit se vigyetek magatokkal az útra, se botot, se tarisznát, se kenyeret, se pénz, csak a ruhát, amelyet viseltek. Ha bementek egy házba, maradjatok ott, amíg abból a városból tovább nem mentek. Ahol nem látnak szívesen titeket, annak a városnak még a porát is rázzátok le lábatokról, amikor elmentek onnan. Ez majd bizonyíték lesz annak a városnak a lakói ellen. És itt a lényeg, az apostolok tehát útnak indultak, faluról falura járva hirdették az örömüzenetet, és mindenhol meggyógyították a betegeket. Ennek az üzenetnek a része, ennek az eseménynek a 2. része, a 10. verstől van, a 9. fejezetben, amikor az apostolok visszatértek Jézushoz, elbeszélték neki, mi mindent tettek a kiküldetés ideje alatt. Jézus félrevonult velük egy helyre, Bétsaida közelében. Amikor a sokasság ezt megtudta, utána mentek, Jézus örömmel fogadta őket, Isten királyságáról beszélt nekik, és meggyógyította a közöttük lévő betegeket. Tehát kiküldi azokat az apostoloknak, akiknek a tanítása és élet alapján a keresztény egyház megalakul. Kiküldi azt a 12-t, aki kiválasztotta, hogy rajtatok fog ez az egészen különleges életmód megvalósulni a földön. Ti vagytok azok, akiken keresztül a többiek hitre jutnak, és akik keresztül az Isten királysága a földön elkezdi betölteni azt, ami a küldetés. És ennek a küldetésnek több része van. Egyfelől ugye hatalmat adott nekik minden gonosz fölött, másodszorra minden betegség gyógyítására kaptak erőt, harmadszorra hirdetniük kellett az Isten királyságát, de a kettő nem vált el. Hirdették az Isten királyságát, és betegeket gyógyítottak. És visszajönnek, és újongva elmesélik, hogy mi minden történt abban az időben, amikor ők távol voltak, majd azt látják, hogy a sokaság megtudja, hogy Jézus ott van. És utána mennek egy eldugott helyre, ahol félre akart volna a tanítványival. De nem elzavarja őket, hogy most várjál, a kiküldetésből jöttek vissza, most tréning van, most coachingolom őket, most tudod, mint majd maradjál, aztán majd átgondolom, lesz rá időm. Nem. Azt olvasjuk, hogy örömmel fogadta őket. Tehát fontosabbnak tartotta azt, hogy szolgáljon a szükségben lévők felé, mint sem, hogy a tanítványaira helyezze a fókuszt. Örömmel fogadja őket, és azt mondja, hogy mindegyiket
Meggyógyította? Igen, beszélt nekik Isten királyságáról. Arról, hogy mi lesz a mennyben. Arról, hogy Isten mit akar a földön a helyreállításban. Arról, hogy hogy néz ki az az életforma, akik benne hisznek, és ha meghalnak is élnek. Arról, hogy mi minden ő, és mit jelent a vele való szövetség. Tanította őket, és meggyógyította őket, és együtt örült az apostoloknak a győzelmének. Jézus bemutatta, hogy ő a Jahve Rofa, az Úr, aki a mi gyógyítónk, aki a te gyógyítód, aki ma ugyanúgy gyógyít, mint gyógyított abban az időszakban, amikor kijöttek Egyiptomból. Akkor, amikor ő céljel járt, és bármerre ment, és mindenkit, minden helyszínen, tömegesen, minden betegségből meggyógyított. Mert ez ő. Mert a gyógyítás kegyelméből senkit nem akar kizárni. Ő az, aki ma ugyanúgy ki akar önteni Isten valódi jó akaratát. És ebben a fizikai testben elkerülhetetlen, hogy a betegségeinkre ő ne gondoljam. Mert neki fontos az, hogy mi ebben a testben is jól érezzük magunkat. És lehetséges, hogy ezzel most újat mondok, de ő szereti azt, amikor jót tesz. És egy kicsit akkor lezárásképpen, jó? Lassan úgyis most már zárni kell. Te ugyanúgy új teremtés vagy, mint hogy az apostolok új teremtések lettek. Ugyanúgy annak az elhívásnak vagy a része. Ugyanúgy abban a Krisztusban keresztelkedtél meg. Ugyanannak a Jézusnak vagy te ma a képviselője. Ugyanannak az örökkévaló hatalomnak vagy te ma a felkent élvezője. Ugyanúgy annak a kiküldésnek vagy a részese. Ugyanannak az Istennek vagy a szövetséges. És ebben a szövetségben minden újjá lett. Ebben a szövetségben minden a tiéd. Hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden. De ahhoz, hogy ez az új létrejöjjön, ehhez az Úr szeretne egy új elmét adni nekünk. Hogy ne a hitetlenségünk és a vallásosságunk határozza meg minket, és limitáljuk le azt a munkát, amit Isten akár rajtunk keresztül munkálkodni akar. Azt mondja, hogy egy új elmét szeretnék bennetek. Újítsátok meg az elméteket. Mert egy régi testben élünk, egy régi érzelmi állapottal, de ahhoz, hogy ezt bevállaljuk, ehhez egy új elme kell. Ami nem a világhoz igazodik, nem ennek a világnak az irányai szerint gondolkodik, és határozza meg Istent, hanem engedi azt, hogy Isten elmondja, és megmutassa, hogy ő milyen hatalmas, és hogyan is akar ő velünk együtt munkálkodni. Abban, hogy mi edények legyünk a gyógyításra, és mi élvezői legyünk az ő gyógyításának. Amen. Mert Isten az, aki nem változott meg, a változás árnyéka sincs benne, és nem rövidült meg az ő keze ma sem. Ma ugyanúgy használni akar minket. És igen, kicsi lépésekkel kell menni. Lehet, hogy ma imádkozni fogunk a halottakért, nem fognak föltámadni. Lehet. Sőt, komoly esély van rá. Lehet, hogy egy komoly betegség sem fog ma meggyógyulni. De lehet, hogy igen. A gyógyítás nem a miénk, hanem erőt kaptak. Isten a gyógyító, nem mi. Hát nekem nincs orvosi végzettségem, úgyhogy velem kapcsolatban nincsen senkinek problémája. De ő akar adni. Mert ő természet fölötti. És tudja, hogy szükségben vagyunk. És az utolsó generációk egyike, az, amelyik meg van ajándékozva. Az, amelyik nagyon fog hasonlítani az első generációra. És ott ezek működtek, és Isten helyre akarja állítani ezt a szolgálatot. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy ma a dicsőítés közben, ha betegek vagytok, akkor szeretnénk imádkozni értetek. És megkenni olaja, hogy a Jakab levele mondja. És hittel kérni az Úrtól. És ő, ha cselekszik, cselekszik. Aki ragaszkodik hozzá, és nem botrákozik meg benne. Lehet, hogy ma jött el az idő a szabadulásra. Lehet, hogy holnap. Lehet, hogy a szomszédodon keresztül fogsz meggyógyulni. Nem feltétlenül azért, meg kijössz. És Isten akarja ezt az ajándékot szétosztani. És két dologért fogunk imádkozni. Egyfelől imádkozni fogunk azokért, akik betegek, hogy Isten nyújtsa ki az ő kezét és jeleket és csodákat tegyen. A második pedig az lesz, hogy szeretnénk imádkozni azokért, akik szeretnének az ajándékokban is növekedni. Mert én meggyőződéssel vallom, hogy Isten osztogatni akarja az ajándékait,
És szükségünk van az ajándékaira. Nagyon nagy szükségünk van. Mert különben elborít minket a vallásosság erdője. Azt tesz minket élővé, és az az, ami minket fölemel. És azt írja Pál apostol, hogy sóvárogjatok, kérjétek. És az Úr akarja adni, jó atya. És lehet, hogy ad olyat, amit nem is gondolsz. Lehet, hogy olyat, amit már régen megmutatott. Ó, ő kegyelmes, és szeret minket. És a vér van fölöttünk, ámen, mert ott van az ajtunk fölött a vér, és csak ez számít. Az, hogy mi kik vagyunk, az nagyon keveset, de ő viszont mindent. Úgyhogy imádkozunk, megkérem a dicsőítéket, hogy jöjjenek fel, és akkor folytatjuk. Atyám, Istenem, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban mi is a gyermekeid vagyunk. Köszönöm, hogy azok vagyunk, akik Istennek a barátai, az ő ügyében elhivatottak, az ő küldetésének a részesei, akikre az örömüzenetet rábíztad, akik az ég és a föld fölött hatalmat kaptak, azért, hogy bemutassák Isten királyságát, az ő dicsőségét, az ő kegyelmét. És köszönöm, hogy neked fontos az, Uram, hogy találkozunk veled. És köszönöm, hogy tanítasz minket mindarról, ami eljövendő, és ami vár ránk, és arról, hogy hogyan jönk ebben a föld életben. De köszönöm, hogy te egy jó atya vagy, ajándékozó Isten, aki adni akarsz, és mi itt vagyunk, és miattad vagyunk itt. És szeretnénk megújítani az elménket, és elhagyni a hitetlenségünket. És kérünk, Uram, hogy segíts a mi hitetlenségünkön, hogy valóban áttörjenek ezek az akadályok körülöttünk. Uram, az elménknek minden magaslatát rombold le. Minden olyan megkörnyékező hazugságot, amit elhittünk, és ez nem te voltál, Uram, az leplezzél le. És szeretnénk visszatérni a szerelemnek a helyére, ahol nem a tudás számított, hanem a jelenléted. De kérünk téged, Uram, könyörülj rajtunk, és ajándékozzál meg minket a te gyógyításoddal. Jöjj közénk, és Uram, használd ezt az időt, hogy megérintsél embereket. Osztad ki a te ajándékaidat. Mutasd meg azt, Uram, hogy te milyen szerető és milyen gazdag Isten vagy. Köszönöm, Uram, hogy te gondoskodsz rólunk. És köszönöm, Uram, hogy a te beszéded örökké megmarad. És milyen nagyszerű Istenünk van, aki betölti a szükségeket. Aki gondoskodik arról, hogy ebben a testben jó dolgunk legyen. És köszönöm, Uram, hogy te mindenkire egyformán gondolsz. És köszönöm, mindannyian ehetjük azt, aki te vagy, és a te véred árnyékában élhetünk, hogy az ítélet helyett az áldást kapjuk. Hogy mi vagyunk a te néped, te hadsereged, akiknek mindent odaadtál. Áldott az Úr az Isten, az egyedüli Mesiás, a dicsőséges király, az eljövendő korszakok fejedelme, aki megítélt és lerombolt minden világi istenséget, és aki bemutatta a diadalt, aki bevitte a mennybe a legyőzött fejedelmeket, és a trón előtt megmutatta és újongott a menny. Ez a mi királyunk, a Mesiás Jézus, a mi megváltunk, az áldott, az eljövendő, az örökké való. Imádunk téged, názareti Jézus, egyedül téged, aki méltó az imádatra, aki nem felejtetted el a mi hörgésünket, és meglátogattál minket. Legyen áldott az Isten a Jézus nevében. Amen. Amen. Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel, a fájdalmas lelkét betöltöd örömmel. Úr Jézus, életem felett véd teljes aramat, hogy választodhoz méltó várjam nagy napodat. Uram, érzem igazságodat, szomjazom szent szellemet, tüzét. Jézus, töltsd le a lámpásomat, hadd világítson, mint visszatér. Töltöm elemmel,
Jézus, életem veled, vitályos Uram, hogy választott hozz, mint hogy várjam nagy napodat, Uram, éhezem igazságodat, szomjazom szent szellemed, tüzén. Segítségül nevét, hívd segítségül nevét, és megmenekülsz. Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz. Yeah.
Hozzád. Most már nem magunknak élünk, Uram, nem csak érted élünk, igazán. Nem a saját erőnkből szeretnénk élni, Uram, hanem a Te erődből. Egyedül képtelenek vagyunk, Uram, élni. Gyere, töltsd be a mi szívünket, gyere, töltsd be a mi életünket, Uram. Szükségünk van rád. Gyere. Várunk rád, Uram! Érted, élünk! Szeretünk téged! Szükségünk van rád! Így imádunk téged, Uram, és annyira hálás vagyok azért, hogy itt voltál ma este velünk, és feltöltöttél minket a Te lelkeddel, Uram, hogy újult erővel mehetünk tovább, hogy újult erővel indulhatunk neki ennek a hétnek, hogy a munkahelyünkön, az iskolánkban, bárhova megyünk, Uram, Te ott leszel mellettünk, ott leszel velünk, és mi ebben hiszünk, Uram, hogy nem egyedül kell megélnünk a keresztény hitünket, nem vagyunk egyedül, Uram, Te nem hagysz minket egyedül, hanem Te ott vagy mindvégig mellettünk, fogod a kezünket, átölelsz minket, akkor is, amikor azt érzük, hogy teljesen egyedül maradtunk, az emberek elhagytak minket, de Te ott vagy, és beléd kapaszkodhatunk. Jézus nevében voltunk együtt, Uram, és nagyon szeretünk Téged, magasztalunk, dicsérünk, Uram, mindenért, amit Te hoztál ma este, amivel Te feltöltötted a mi lelkünket, a szívünket, Uram. Szeretnénk átadni mindent most neked, minden irányítást szeretnénk átadni neked, hogy Te legyél a centrumban, Te legyél a középpontjában a mi életünknek, mert nélküled mi semmik vagyunk, és igazán szükségünk van rád. Hálásak vagyunk, érted? Jézus. Amen. Köszönjük, hogy itt voltatok, legyetek áldottak. Egy drága testvér rosszul lett, kérlek, hogy imádkozzatok érte. Az élet valóságos, Isten meg a gyógyító, úgyhogy gyakorlat az elmélet. Áldottak vagytok, jövő héten találkozunk.